egy igazi mesevilágot varázsolt az egresi fúvós zenekar szombat délután a Csillagerőd udvarára. Az előadás teltházas volt, hangulatát pedig emelte a verőfényes napsütés és a szép környezet. Szabó Ferenc karmester elmondta, a Komáromi Napok koncert sorozatára minden évben fokozott figyelemmel készül a zenekar. Mi erre nagyon készülünk mindig. A Komáromi Napok nálunk egy, ha szabad így mondani, zsúfoltabb eseménysor, de hát ez így van rendjén, és örülünk neki, hogy a délután 2 órás, illetve a Ligetben történt 5 órai megnyitót is velünk töltötte a közönség, és ez nekünk nagyon megtisztelő, mindig velünk kezdődik hivatalosan a Komáromi Napok rendezvénysorozata, és most gondoltunk egy nagyot, és ezt a csodálatos környezetet megpróbáljuk fúvózenével megtölteni, azt hiszem most először fog fúvózene megszólalni itt a Csillagerődben. A különleges helyszínre, különleges hangzású műsorral és szólisztikákkal készültek. Eredeti koncertfúvós zenekarra írt darabokat hallhatott a közönség, és olyan speciális hangszereket, mint az angol kürt. Ahogy említettem, ugye a tegnapi hangversenyek, vagyis hát inkább térzenének mondhatom a 2 térzenénket, ott inkább a laza, könnyed szórakoztatásé volt a terep, és a zenekarnak van egy úgy gondolom belső igénye is, nekem is nyilván, és a mi közönségünknek is van egy olyan igénye, hogy az eredeti koncertfúvós művekből minél többet tudjunk megtanulni, illetve a közönséget egy picit ezzel szórakoztatni. Úgyhogy a mai napon egy komolyabb műsorral készültünk, ha szabad így mondani, és ezek mind-mind eredeti koncertfúvós zenekarra írt darabok, olyan különleges hangzással, olyan különleges hangszereknek a szólisztikus játékával is sokszor, ami ritkán hallható, és ehhez választottuk ezt az új helyszínt. A 2 felvonásosra tervezett magas színvonalú előadásnak igazán nagy sikere volt, nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is.